itt az út szélén könnyen észrevehetjük ezeket a szép kis gombákat, és akkor a lelkes gombagyűjtő felszedi, hogy ú, de szép kis gomba, ezt elviszem, ütök rá tojást, finom lesz vacsorára. Viszont nyilván el kell vinni szakellenőrhöz, mert attól, hogy ilyen szép kis friss gomba is ráadásul, nem biztos, hogy ehető. Minden szempontból ideális az időjárás. A gomba tényleg úgy nő, mint a gomba. Fák tövében, erdők humuszban gazdag talajában, lépten nyomon gombába botlik a túrázó. A legnépszerűbb gombafajta egyike a nagy őzlábgomba, amelyet ifjú korában dobverőnek is neveznek. Pikelyes kalapját később növeszti, a tönk, mintha kígyóbőrrel lenne bevonva. Viszont ilyenkor terem a csiperke és a szegfű gomba is. Ezek mind nagy gombák, könnyű észrevenni, viszont nagyon különböznek egymástól, de lehetnek olyan nagyon hasonló példányok is, amik viszont mérgezőek. Ezért fontos, hogy mielőtt bármiféle felhasználásra kerülnének, szakellenőrrel vizsgáltassuk meg őket. A gyakorlott gombaszedőknek pedig érdemes papírzacskókba gyűjteniük a terméseket, és fogyasztás, feldolgozás előtt gyakorlatilag kötelező ellenőriztetniük. Amikor valaki gombavizsgálatra hoz egy akár egy kosár gombát, akkor én azt egyenként átnézem, megnézem, hogy ehető vagy nem ehető, vagy mérgező-e. Illetve, hogy alkalmas állapotban van-e fogyasztásra, mert sok olyan gombát felszednek, ami már előregedett. Fontos, hogy csak a fiatal, ruganyos termőtesteket szedjük fel. A piacokon, vásárcsarnokokban kapható gombákat az árusok kötelesek bevizsgáltatni. Egészséges a gomba, a gomba sokkal finomabb, mint a hús, mert az betegséget okoz. Ez meg nagyon kiváló. A vadon termő és a termesztett gombák közül utóbbiak a biztonságosabbak. Ezek közül a champignon a legnépszerűbb. Kilós és félkilós kiszerelésben lehet megvásárolni jellemzően. De akad olyan kereskedő, aki lédig kínálja, vagyis akár több kilót is vehetünk egyszerre, ha nagyobb családi, baráti összejövetelre akarunk gombapaprikás készíteni. Igazán mi csak a fehér csiperkét szeretjük, amit üzletbe meg lehet venni. Nagyon szeretjük, de félnénk szedni. Nem ismerjük a gombafajtákat. A gyilkos galócát minden erdőjárónak illik ismernie. Fogyasztása után több napig tartó csillapíthatatlan hasmenés és hányás jelentkezik. Majd néhány napnyi látszólagos javulás után újabb rosszul létek jelentkeznek. Ezek már a májkárosodás jelei. Ekkor a beteg állapota már visszafordíthatatlan. Ahogy az erdélyi mondásban a medve, úgy a gomba sem játék. Bevizsgálatlan termést fogyasztani roppant felelőtlenségre utal.